a kétfarkú kutyapárt nem akar semmit, amíg nem ígér semmit, nem akarja az ország kormányozni. Viccnek jó ígéret az ingyensör, meg az örök élet. Mit fognak csinálni, ha feljutnak a parlamentbe? Senki nem. Ugye azt mondja, hogy nem lehet igazából tudni a kétfarkú kutyapártról, hogy mit tenne. De ennél viszont sokkal lényegesebb, amit ilyen leszoktunk legyinteni, ez a festegetés, tehát padfestegetés, meg utcakő festegetés. És azt hiszem, hogy ez rettentően fontos, rettentően lényeges, és hogy mekkora jelentősége, az egyre inkább észre lehet venni. Szerintem az elejétől fogva ez erről szólt, de nem tűnt föl senkinek igazán, hogy a rezsimnek az egyik lényege az, hogy minden módon atomizálja a társadalmat. Minden öntevékeny kezdeményezést megakadályozza. Majd az állam elvégzi. Amit az állam nem végez el, az nincs elvégezve, és nem is kell elvégezni, de hogyha valaki betöm egy kátyút, azt felszólítják, hogy állítsa helyre az eredeti állapotot. A kétfarkú kutyapár ezt demonstrálja, akinek nincsen kezére hatalom, annak van a kezdében festék, meg ütesvödör, meg ecset, és föl tudja újítani a padot a parkban, főleg, hogyha együtt vagyunk, akkor még inkább. Akinek pedig nagyobb hatalma van, az sokkal hatékonyabban tudja ugyanezeket a dolgokat végrehajtani. És igazából ezzel teljesen akaratlanul kiprovokálták azt, ami, hogy mondjam, nyilván, hogy a legbékesebb, mosolygós, jóarcú fiatalokat elvisznek bilincsben rendőrök azért, mert szépítik a környezetet. A modern, mondjuk úgy, hogy a csúcs technológiában résztvevő fiatal értelmiség hozzá van szokva teljesen másfajta munka szervezéshez is, mint amit a régiek, mi régiek megismertünk is elképzeltünk. Ezt úgy hívják, hogy agilitás. Ennek az a lényege, hogy nem utasítanak téged arra, hogy mit csinálj, hanem te saját magad keresed meg a meglévő feladatok közül azt, hogy te mit tudsz a többiekkel együtt megcsinálni, és ehhez segítenek a többiek, illetve ehhez segít az intézményesen a kétfarkú kutyapárt is, amennyire tud. Ez erre az agilitásra épül.